mesélek nektek valamit, illetve megmutatom, hogy hogyan is működik a Magyar Posta. Ugye egy ilyen csomag, konkrétan nem ez, hanem egy ehhez hasonló, de gyakorlatilag ugyanez volt a tartalma. Amint látjátok, 7. hó 24-én indult, ugye nyomkövetéssel szépen láttuk az egész útját, megérkezett Magyarországra 7. hó 30-án. Tehát a feladást követő következő héten, 7. hó 30-án megérkezett a Nemzetközi Posta Kicserélő Központ, ugye ez a Ferihegyen van, ott dobják félre a postai vámeljárás alá eső cuccokat, tehát még mindig 7. hó 30-án. 8. hó 11-én vették újra kézbe, és azt mondták, hogy oké, indítsunk el vámeljárást, valamint 8. hó 28-án már el is kezdtek vele foglalkozni. 8. hó 29-én egy polccal arrébb tették, és még mindig egyel teszegették. 29-én újra arrébb tették egy polccal, valamint 8. hó 30-án megérkezett Székesfehérvárra, a logisztikai központba. Ott is tették-vették polcról polcra, még nem egyszer csak 8. hó 30-án megérkezett arra a postára, aki kézbesítette nekem. Tehát látjátok, pontosan egy hónapot, tehát 7. hó 30-ától 8. hó 30-áig ült rajta a Magyar Posta. 30 nap. Barátaim, testvéreim, emberek, földieim. Hát hol vagyunk, melyik országban, melyik világban 30 nap alatt töltenek egy vámáró nyilatkozatot, és láttátok az elején, hogy még ezért pénzt is kérnek, 3500 forint plusz áfa. Mondjak csúnyákat, vagy inkább nem mondjak csúnyákat. Na hát, ennyit a Magyar Postáról.